A november elején bevezetett rendkívüli jogrend értelmében a polgármesterek egy személyben hozzák meg a településüket érintő intézkedéseket. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere minden esetben tájékoztatja és kikéri a képviselők véleményét a döntéshozatal előtt. Így volt ez az elmúlt hetekben is, amikor több a lakosságot érintő határozatot kellett meghoznia a Tolna megyei városban. A döntés született a 2021 esztendőre vonatkozó lakosságot érintő térítési díjakról és fizetési kötelezettségekről. Úgy döntöttünk, hogy 2021-ben nem emelkednek Bátaszéken az adóterhek, így sem iparűzési adó tekintetében, sem pedig a magánszemélyek kommunális adója tekintetében nem történik változás. A közel 4 évvel ezelőtt megállapított mértéken kell majd fizetni az adó hozzájárulást. Ez kommunális adó tekintetében továbbiakban is 13 ezer forint per esztendő a megfizetendő díjnak a mértéke. Megvizsgáltuk azt is, hogy a temetői közszolgáltatási díjak hogyan alakulnának 2021-ben. A szolgáltató a különböző költségek emelkedése miatt mintegy 8%-os díjemelésre tett javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy ebben a kialakult helyzetben nem szeretnénk a hozzátartozók érintettek terheit növelni, ezért 2021-ben nem változnak a temetők közszolgáltatási díjai, továbbiakban is a jelenleg hatályos díjak kerülnek majd beszedésre az érintettektől. Megvizsgáltuk a lakásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettséget is. Ebben az esetben viszont arról döntöttünk, hogy egy 8%-kal meg fogjuk emelni a lakásokért fizetendő díjaknak a mértékét. Ennek indoka az, hogy elkezdtünk egy felújítási folyamatot az önkormányzati bérlakásállományban. A beszedett díjat teljes egészében visszaforgatjuk ezeknek a lakásoknak a komfort fokozatának és minőségének javítására. Úgy ítéljük meg, hogy a növekvő építőanyag költségek miatt szükséges, hogy egy kicsit több bevételhez jussunk, és nagyobb mértékű felújításokat tudjunk végezni az elkövetkezendő időszakban. Az étkezést érintő térítési díjakban is változás áll majd fent. Beszerzési eljárást folytattunk le, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy jelentősen nőnek az élelmiszereknek a költségei, árai. Ebben az esetben mintegy 12%-os díjnövekedés fog történni január 1-től. Elsőre riasztónak tűnik maga a szám, csak tájékoztatásképpen egy óvodás 2020-ban 460 forintot fizetett egy napi ellátásért, 2021-ben 515 forintot fog fizetni, tehát 55 forinttal nő a napi költsége. A vendégek ebéd esetében pedig az idei évhez képest 91 forinttal fog nőni majd egy ebédnek a költsége. Nem tudjuk gyakorlatilag tovább önkormányzati forrásból finanszírozni az ilyen mértékű díjemelést, ezért kellett ezt a döntést meghozzuk. Lakossági bejelentésnek elegettéve több intézkedést is hoztak. A Budai utcában a 35-37-es szám előtt lévő két gépkocsi leállását biztosító leállósávot meg fogjuk szüntetni. Ez évek óta húzódó folyamat, jelentős baleset veszélyt jelent a Bezerédi utcából való kikanyarodás, hiszen az 56-os útra Szekszárd irányában nem nagyon lehet belátni a forgalmat, amennyiben ezt a két leállósávot használják a gépjárművek. Ezért szeretnénk ezt a kockázatot csökkenteni. Egyeztettünk a Magyar Közúttal ebben a kérdésben, megkaptuk az előzetes hozzájárulást, hogy ezt a leállósávot el tudjuk bontani. Az elkövetkezendő napokban megszerezzük a kivitelezőktől az ajánlatot, és lehetőleg gyorsabban el fogjuk bontani ezt a leállósávot. Arról is döntés született, hogy az elnyert belügyminisztériumi támogatást, amely szintén a Budai utcában, a Bezerédi utca és a Kövesdi utca közötti járdaszakasz felújítására nyert a város, ki fogja a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A lefolytatott eljárás alapján a Kész Kft-t bízzuk meg ennek a feladatnak az ellátásával. Úgy tervezzük, hogy 2021 márciusa és május hónapokban, tehát március-április-május hónapban a beruházást el is fogjuk végezni, és hát a felújítás alapján mintegy 260 folyóméternyi járdaszakaszt fogunk felújítani. Szintén lakossági kezdeményezésre döntés született arra, hogy a Bátaszék déli részén, Mohács irányába lévő
Bátaszék belterületét jelző közlekedési táblát, vagy közigazgatási táblát megpróbáljuk más helyen elhelyezni, nevezetesen a szennyvíztelep bejáratánál. Annak érdekében, hogy már ezen a szakaszon a belterületi közlekedésre vonatkozó szabályokat lehessen alkalmazni, azaz alacsonyabb sebességgel lehessen közlekedni, hiszen azért ezen a szakaszon már egyre több becsatlakozás van, egyre több vállalkozás működik. A forgalom biztonsága érdekében célszerű lenne, hogyha ezen a szakaszon is már az 50 kilométeres sebességkorlátozást lehetne alkalmazni. Meglátjuk, hogy a közútkezelő támogatja a kezdeményezésünket. A jövő évi rendezvényekről is tanácskoztak. Ugye itt azért nagyon sok bizonytalansági tényező van. Nem tudjuk, hogy meddig húzódik el a rendkívüli jogrend, vagy az egészségügyi helyzetből adódó óvintézkedések. Ettől függetlenül úgy készültünk, hogy 2021-ben már tudunk közösségi programokat szervezni. Változás lesz egy kicsit 2020-hoz képest. A Városnapja rendezvényünket nem egy napra, hanem egy rendezvény sorozatra próbáljuk felfűzni. Több hétvégén keresztül szeretnénk kisebb rendezvényekkel megünnepelni a városunkat e tekintetben. Nagyon bízunk benne, hogy lesz 5. bátaszéki bornapok szeptember 2. hétvégéjén, és hát a jövő esztendőben a hagyományoknak megfelelően gasztronómiai este is sor kerülne, ehhez kapcsolódó költségeket is hozzárendeltük. Természetesen, ahogy mondtam, ezek a programok azért még képlékenyek, de annak érdekében, hogy a KFT 21-es működését meg lehessen tervezni, mindenképpen előre kell gondolkodjunk, és ennek megfelelően mintegy 21 millió forintot különítenénk el a 2021 éves rendezvények megtartásához. Az intézkedések 2021. január 1-ével lépnek majd életbe.